Madách Imre az Ember tragédiája című műve köré épül a Tibor Ernő Galéria január 19-én nyílt csoportos kiállítása. A nagyváradi közösség tárlatának a Bella Costa étterem ad otthont. Az 1990-ben alakult galériáról és tagjairól Porkoláb Lajos, nyugalmazott művelődési központ igazgató osztott meg néhány gondolatot a jelenlévőkkel. A csoport, melynek legfőbb összetartó ereje az alkotás iránti vonzódás, 33 éve tárlataival, műsoraival, előadásaival, koncertjeivel jelen van Várad kulturális életében. Aki ismeri ezt a helyet, az tudja, hogy ez nem csak egy galéria, ez egy találkozási hely, ez egy közösségi tér, és még sok minden más. A csoport nem bártyázza magát körül ideológiákkal, nem rekeszt ki senkit. Mozgató és összetartó ereje a közösen elfogadott művészi érték, amiben közösen hisznek. Ennek alapján fér egymás mellett meg a kezdőművész, a kifejezési lehetőségeit csak kereső, a forma nyelvét most megtaláló, és a kiforrott művész is. Náluk a vendég valóban úgy érezheti, mindenki, tehát a többi egybegyűlt számára is fontos az ő jelenléte. Megbecsülik és számon tartják egymást. A magyar festőket és képzőművészeket soraiban tudó Tibor Ernő Galéria Madách Imre születésének 200. évfordulójára egy kiállítással emlékezett a tavalyi esztendőben. Úgy gondoltuk, hogy ez annyira fontos rész a magyar kultúrának, hogy e témaköré szervezve jó lenne létrehozni egy kiállítást. Ez a kiállítás már egyszer bemutatkozott Nagyváradon, a Tibor Ernő Galéria kiállító termeiben, és úgy éreztük, hogy most a Magyar Kultúra Napja alkalmából ez lenne az igazán méltó téma, amit elhozhatnánk ide Berettyóújfaluba, mert egy olyan műről, mint az Ember tragédiája, nem csak mi magyarok hallottunk, hallott az egész kulturált világ, mert olyan kérdéseket és olyan témákat, filozófiai szintű témákat fenyeget, amely minden embert érdekel, akiben megfogalmazódik egy olyan kérdés, hogy én és az Isten milyen kapcsolatban állunk egymáshoz, mi az én létemnek az értelme. És ezért szerintem egy teljesen univerzális téma. Rendkívül sokszínű ez a kiállítás, ami azt mutatja, hogy maguk az alkotók is sokszínűek, de mégis mi az, ami közös a tagokban? A közös, inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az alkotni vágyás. Ezek a képek, amik most kiállításra kerülnek, tényleg nagyon sokszínűek, különböző festészeti technikákkal, különböző grafikai eljárásokkal készült műveket állítunk ki, ami igazán egybeköti most ezeket az alkotásokat, az, hogy minden egyes mű az Ember tragédiájából inspirálódott, vagy Madásnak a portréjából például. A magyar kultúra ünnepe alkalmából nyílik ma ez a kiállítás. Milyen érzés az önök számára, hogy egy jeles alkalomból állíthatnak itt ki Berettyóújfaluban? Minket nagyon sok örömmel és nagyon sok boldogsággal tölt el, hogy már nagyon sokadjára sikerül közösen programot létrehozunk Berettyóújfaluban. Nagyon örülünk annak, hogy egy újabb évben tehetjük le a saját magunk részéről a követ a magyar kultúra asztalára ezzel a kiállítással. Csató Töhötöm hozzátette, bár nem volt könnyű megalkotniuk a kiállított képeket, mégis jó volt nekik átélni és boncolni a témát. A tárlat megnyitót Kocsis Csaba énekmondó előadása tette teljessé. Egy pohárom, ha ősz, ha tél, ha hideg van. Egy pohárom, ha fúj a szél a csontodban. Egy pohárom, ha ősz, ha tél, ha hideg van. Egy pohárom, ha fúj a szél a csontodban. Ó, arum, ó, arum, ó, arum, arum segít.